kicsi országban élek, Tordahegyek mögött. Üvegházban lakom, furcsa emberek között. Papírmarinával járok, olyan szépet nem láttam sosem. És mikor a balerina fellép, ott ülünk, mint hárman a nézők között, lila bársony székekben, és peretet rák csálunk két felvonás között. Ez egy jó viselet, ne ébredsz fel. Parányi néz, egy ruhát a tekemő hajas ma van a szeme.
Objektív, jó van, riport, tessék. Teljesen máshogy néz ki. Most lehet riportot csinálni. Hogy ne! Illetve a gitáromat, a gitáromat. Hol a fekete? Tessék. Kész, ennyi. És buli. Tessék, itt van. Mikor ti jöttök, mi meghalunk. Már csak páran maradtunk. Fákat látok, és messzi hegyeket,
Balla Miklós vagyok, a GM49 együttes vezetője. Másfél évvel ezelőtt kaptam egy demo kazettát a cég együttestől, ami ugye nagyon kezdetleges volt és nagyon amatőr, de én felfedeztem benne valamiféle szellemiséget és szellemességet, ami megmondom őszintén, hogy megkapott, megtetszett. És úgy éreztem, hogy segítenem kell nekik azokkal az eszközökkel, amik nekem rendelkezésre állnak. Ez nem sok, de az, hogy egy koncertet meg tudok szervezni, mondjuk ez megvan, meg egy-két irodába be tudok menni az érdekükben. De hozzáteszem, hogy ha engem valaki mondjuk hideg fejjel megkérdez, hogy szerintem ma érdemes-e valakinek popzenélésbe fogni Magyarországon, akkor egyértelműen azt mondom, hogy nem. Mert egyszerűen minden az ellen szól. Az egésznek a mechanizmusa, a felépítése. Semmi nem szól amellett, hogy ma valaki popzenészként a saját szerzeményeit előadja színpadon. De ez szerintem csak a bajnak az egyik fele. A baj másik fele, hogy ennek ellenére vannak tehetséges emberek, akik egyszerűen erre születtek. Tehát a génjeikben predesztinálva vannak arra, hogy ezt csinálják. És ez egy szörnyű ellentmondás szerintem. Én ezek után megpróbálok segíteni, és mégis valahogy azokat, akik mégis nagyon tehetségesek, azoknak valahogy egyengetni az útját. Lehet ennek ellenére, hogy ezek a fiatal srácok 4-5 év múlva megkeseredett és rezignált emberek lesznek. Ezt én még, mint úgymond menedzser sem tudom garantálni, hogy nem így lesz. Hát most leülök mondjuk, és van ez, hogy... És mondjuk nagyon unom magam, és még 10 percig játszogatom ezt, és lehet, hogy elkezdek rá énekelni valamit. Már a legelső riportoknál elkezdtük mondogatni egymásról, hogy mi milyen sokoldalúak vagyunk, és hogy írunk, festünk, minden. Nem festek, nem írok, én sokkal hasznosabb dolgot csinálok, és sokkal profi dolgot csinálok, mert leveleket hordok ki 4 órával, és ezzel használok a társadalomnak. És büszke vagyok magamra, komolyan. Szóval sokkal nagyobb büszkeséggel tölt el az, hogy 4 órát lehúzok a munkahelyemen, mint az, amit a zenekaromban csinálok. Ezt nyugodtan elmondhatom. Szóval az emberek szemébe ez a zenekar, ez egy link dolog. És sokszor én is gondolkodom azon, hogy kinek használunk. Ez egy hülye gondolat, de mégis felötlik az emberben. És valahogy, mikor kijövök a munkahelyemből, és ezt a 4 óra melót megcsináltam, úgyhogy elég lelkiismeretesen próbálom megcsinálni, akkor úgy éreztem, hogy most csináltam valamit, most megfeleltem valami elvárásnak, és most jöhet az, amit én szeretek csinálni. Miért jó azt megfelelni valami elvárásnak? Talán azért, hogy nyugodt lélekkel csinálhassam ezt a dolgot, és annál felszabadultabban. Mert ebbe a zenekarba semmiféle elvárásnak nem felelek meg, kizárólag az én elvárásaimnak. Semmiféle más elvárásnak nem óhajtok megfelelni soha. Addig fogom ezt a zenekart csinálni, amíg ez így lesz. Azt hiszem. Fú, ez most állati patetikusan hangzott. Ez így jó. Nagyon furcsa kísérlet egy ilyen zenekart csinálni, mert olyan, mint egy skatujába összepréselnél embereket, és megfigyeled, hogy reagálnak egymásra. Szóval ez tipikus ilyen Agatha Christie motívum. Mert itt van ez a 6 ember, és mind a 6 nagyon erős egyéniség. És ebből állati nagy konfliktusok vannak, hogy súrlódások meg ilyenek. Egész világ kupa keskevét imádva több tucat lát. A természet csodája. Kérlek, hagyjál úgy, kecskemét imádom. Az egész világ csupa kecskemét imádom. Csupa szűz, csupa locsó, csupa árva. Ő, te voltál.
Egész világ, csak csupa kecskeméti márga. Csupa nő, csupa locsó, csupa nő, csupa árva. Én elég keveset tudtam korábban a rock zenéről. Az úgynevezett komoly vagy klasszikus zenét szeretem, és ha magamban vagyok, akkor inkább azt hallgatom. Az URH-n szép hangversenyeket. És hát amit ők csinálnak, én látok benne érdekességet, meg fantáziát, meg eredetiséget is, úgyhogy ha a gyerek itthon csinálgatja, vagy a komáival együtt, akkor semmi nem zavar benne. A koncertjeiken engem zavar a hangerő. Úgy gondolom, hogy tehetséges a fiam. Azt nem tudom, hogy szerencsése az, hogy többfélét próbál csinálni, és hogy lesz-e végül rá tud-e egy dologra szerencsésen állni, és hogy abban lesz-e kitartása, hogy azt odáig vigye, hogy szóval, hogy olyan szintű legyen. Nem, jobb szeretném, ha közönségesebb lenne, hajlik az alianciára a gyerek. Miért szeretné jobban? Azért szeretném jobban, mert egyszerűbb lenne vele a bánás, és egyszerűbb lenne az élete. Most is, és később is. Hosszú ég, emberek, szerelem, ég vele, túl semmiség, amit történt. Igen, általában el szoktam menni. Miért? Nagyon szeretjük a céget. Stílusuk miatt is nagyon jó a zenéje, szövege. Miért jobb ez a zenekar, mint egy profi együttes a ti számotokra? Hát nekem azt tetszik velük, hogy még olyan kis fiatalok, és mégis van bennük fantázia, és hozzám szól. Szóval az én stílusom a cégnek a stílusa, és én ezt szeretem. És ahhoz képest, hogy milyen fiatalok, mennyi fantázia van mégis bennük. Tényleg, tehát a szövegük nagyon tetszik,
jó pofa dolgokat, tehát hoznak fel ebben. Most elkezdik, most itt elkezdték ezen a színvonalon, és egyre feljebb kerülnek, és mi meg kitartunk mellett. Vagyok. Gondolom, hogy azért is állok itt a zsolnai váza mellett, mert mint egy attribútumként itt egy váza, és egy könyvkiadóban dolgozom, de ez mondjuk az állásom. A hivatásom vagy a szakmám az az, hogy a művészettel foglalkozom, mint történész. Az, amit a fiat csinál, annak ön szerint köze van a művészethez? Nem tudom, hogy a zene művészethez köze van-e. Valami olyasmihez van köze, ami nélkül nincs művészet. A művészet az nem csak szakmai kérdés, nem csak megtanulás kérdése, hanem azt hiszem, hogy a világlátás kérdése. Az, hogy tudjuk-e friss szemmel nézni a dolgokat. És ő bennük, egyelőre még az ő generációjában is talán, az én számomra az a legérdekesebb, hogy mennyire nyíltan és frissen néznek mindent, és mennyire őszintén. Nagyon fontos, hogy az ember figyeljen rájuk, mert nagyon sokat lehet tanulni tőlük. Nálunk az ablakpárkányon van egy felirat, fekete filc tollal, évekkel ezelőtt írta fel Gergely, az, hogy kell egy csapat. Idézőjelben van téve természetesen, mert ezt már nagyon sokan mondták. Én azt hiszem, hogy ez a dolog lényege, hogy amikor ők majd felnőttek lesznek, és rájönnek arra, hogy igazából nincsen csapat, az ember igazából egyedül van, akkor nagyon jó lesz arra visszagondolni, hogy gyerekkorban mégis egy csapatba játszottunk. Ez maradt, csak ennyi maradt, itt egy kupac van a szőnyeget. Ez maradt, csak ennyi maradt, mert nem arra a nagy szerelem. Ez maradt, csak ennyi maradt, itt egy kupac van a szőnyeget. Ez maradt. Egy parkertal, egy játékmaszkó, egy kesztőzöle, kitárgyal, egy ajtók, végül fénykő, és egy üveg szülva lesz. Egy szaknya, meg egy sárcipől, tarisnya tartó, egy alimazsár. Ez marad, csak ennyi marad, itt egy a kukacban a szőnyeget. Ez marad, ennyi marad. Én igazán nem érzem biztosítva a jövőmet, semmilyen tekintetben. Anyagilag végképp nem. Hosszú távon biztos, hogy ezt nem lehet túl sokáig csinálni, de lehet, hogy lehet. Nem szeretném, abban biztos, hogy azt nem szeretném, hogy mondjuk felnövök, és vagyok mondjuk felnőtt, ezt nem tudom, ezt a kategóriát mennyire lehet elképzelni, hogy felnőtt, és csak ez van a számára. Nem szeretnék egy ilyen helyzetbe kerülni, hogy csak ez legyen, hogy beszűküljön a világ, hogy csak annyi van, hogy én csak egy gitárt tudok pengetni, és kész. Szóval nem szeretnék ilyen módon beszűkülni. Rengeteg dolog érdekel, meg még foglalkoztat ezen kívül. Egészen más dolgok is. Szeretnék azokban is valamit elérni, meg létrehozni. Hát nem tudom, kamaszos vágyámok. Szóval ez csak egy ilyen rész, ez a zenélés? Hát egy rész, de fontos rész. Fontos rész. Én a
beat és a rock zenét kezdettől fogva szeretem és kedvelem. Most is, amikor jobb időszakaim vannak, és ez hogy mondjam, egy évnek jelentős része, akkor nagyon szeretem hallgatni a jó beat és rock számokat. És magnóba, illetve lemezen, tévébe a megfelelő műsorokat, és egyáltalán nem bánt, sőt, kifejezetten örülök annak, hogy a fiam egy együttes tagja. Na most az együttesek között is van különbség. Ez az együttes szerintem a összetételénél fogva, az emberi összetételénél fogva lényegesen jobb, mint az átlag, ezért ennek örülök, mert lehet, hogy azt nem bánnám semmiképpen se, hogy a fiam beat vagy rockzenész legyen, de egy rossz együttesben, ahol emberileg rossz a kontaktus, meg olyan emberek vannak, akikkel nem örülök, ha a fiam egy társaságban van, azt nem, hogy nem örülnék neki, hanem megtiltanám. De ez egy nagyon rendes társaság összességében, és így, hogy mondjam, így tulajdonképpen örülök, hogy ezt csinálja. Én a Rádai utcai ELTE kollégiumnak voltam előbb a disztitkára, majd 1957-től a kisztitkára. Na most ebben a Rádai utcai kollégiumban egy több száz diák volt, és volt egy étterme is, ahol a kollégiumnak a diszilletek kis vezetősége úgy időszakosan ilyen táncos összejöveteleket rendeztünk. Egy barátom volt általában, aki a zenét szolgáltatta, már mint nem ő egyedül, hanem a zenekarával. Nem tudja úgy, mi az a bugi-bugi, ez járja nagy, egy üsten óta leg a lulú, egy puszi, csodál a bugi-bugi. Nézd, egy ember, ha 16, 17, 18 éves, akkor az ilyen régebbi dolgokról, úgy mint első, második világháború, a közötti időszak, 50-es évek, erről csak ilyen homályos benyomásai vannak, tehát nem tudja exaktul, hogy pontosan mi történt akkor, meg mi volt, csak hallja ettől attól, és kialakul, valahogy letisztul egy valamilyen kép, ami valószínűleg nem tökéletesen pontos és nem is helyes, de mindesetre jellemző. És ennek aztán vannak árnyoldalai is. Történelem már a rock'n'roll, bár hát ez a mai is élő történelem, rossz közhely, de hát nekünk ez már teljes mértékben a múlt. És nem, szóval nem tudjuk megállni, hogy ebből ne csináljunk egyrészt viccet, másrészt egy elég komoly viccet. Megcsináltuk a számot, ezt a világ legrosszabb számát, és játsszuk és élvezzük. És hát tulajdonképpen paródia, mert ezt az életérzést, ami ma már nem hiszem, hogy hat, ezt az életérzést ma előadni, ez mindenképpen paródia már és humor. Ez egy elég furcsa dolog, mert tulajdonképpen az emberek szeretik az ilyen komfortzenéket, amire ők pihennek. Szóval hazamegy a munkába, 8 órát dolgozik, mit tudom én, raktárba vagy akárhol, hazamegy és nem bír arról hallani, hogy most mit tudom én, a koszos pályod, vagy bármi, arról akar hallani, hogy a strand, meg a fagylalt, meg a napernyő, meg anyám. Szóval ilyen felszínes dolgokról akarnak hallani, hát nem tudom, hogy akarnak-e, szóval ezt kapják. Ő nekik a fenekük alá teszik a széket azzal, hogy itt van pihenőzene, meg klasszene, meg tiszta ruha, meg minden, és akkor hallgassátok, és akkor, hát ilyen felszínes dolgok. Na most, ez olyan szempontból rendben van, jó van, csinálják a zenét, meg megeszik végül is, hát olyan sikerük van, meg hasonlók, de szóval a zenének, főleg Magyarországon, de külföldön is, nem lehet figyelmen kívül hagyni a nevelő szerepét. Tehát az, hogyha nekem eljön a koncertemre 200, vagy 500, vagy 2000 ember, akkor azok az én értékrendemet, meg az én életfelfogásomat bizonyos szempontból példaképnek tekintik. Ez különböző mértékben van nálunk és mit tudom én, az Ergónál, de mindenképpen a mi életérzésünkből is átmegy valami a közönségünkbe, és az Ergóiból is, meg a többi zenekaréból is átmegy. Na most, ha ez az életérzés ilyen könnyed, felszínes és nem egészen őszinte, akkor egy ilyen felszínes benyomás lesz, és egy ilyen értékrend alakul ki bennük, hogy
srágogumi, meg mit tudom én, meg klassz cigaretta, meg most akkor strandolunk, meg mit tudom én. Szóval ez egy elég rossz hatást kelt, már ahogy én látom. Péternek vagyok a nagymamája, eljöttem, hogy nézzem meg, mivel még nem láttam, és már elég régen szerepelnek, és hát ide, azt is mondjam, hogy ide... Miért tetszett ide ülni? Azért ültem ide, mert lent nagy tömeg lesz, és aztán a fiam azt mondta, hogy ne üljek oda a tömegbe, esetleg lögdösödés vagy valami lesz, és itt nyugodtan pont szembe vagyok az előadókkal, és nagyszerűen láthatom. Hány éves tetszik lenni? 85. És mi a véleménye erről a zenéről, amit az unokája csinál? Hát én szeretem, és szeretném, hogyha már így van, hogy a pályája legyen. Jó hangja van, jó mozgása van, és gondolom, hogy talán sikerülni fog neki ezen a vonalon dolgozni. Miért kell kezelni? Van egy megjelenés, van egy közös megjelenés, amit szerint megpróbálunk viselkedni. Érted? Tulajdonképpen a saját arccal nem állok ki a koncerten, ennek több oka is van, most nem fogok megjelenni meg magyarul. De én megkérnélek rá. De neki hát az egyik az, hogy egy magamutogató állat exhibicionista ember vagyok, a másik meg az, hogy nem túl jó, hogy az ember mindig fölismerik az utcán. Én itt állok. Autogrammi lerohannak. Nem erről van szó, csak érted. De hogy ne értem? Nem, addig azt, hogy te úgyse érted, mert az ilyen dolgoknak nem érted. Egyszerűen a értelmi képességének köszönhető. Hogy volt ez? Nem. Én először nem a cégre találtam ki a ruhákat, hanem a ruhákat találtam ki, és utána megnéztem őket, hogy illik-e rájuk. Aztán a végén nekik nem tetszett, úgyhogy az egészet át kellett koreografálni. Én ezt mondjuk így számomra teljesen felséges külsőségeket tartom, de ugyanakkor elengedhetetlen dolog, hogyha megnézed a jelenlegi zenekarokat. De most komolyan, szóval ez undorító szerintem. Felesleges, de ugyanakkor elengedhetetlen. Szóval abban a szempontból felesleges, hogy én nem akarok így zenélni, de így kell zenélek, hogy a zeném mellett megvegyék a külsőségeimet is. Tehát azt, hogy viselkedett a színpadon. Ez az! Premierbe, tessék rámenni! Fiúk! De! A lányok a nagyon kérnek, majd autogramot adok, és nagyon, hogy rávegyenek arra, amit én már rég akarok. Sok-sok szami gyerek!
akarok lenni. Rock and roll star, rock and roll, rock and roll star, akarok lenni. Rock and roll star. Én elmentem ezelőtt körülbelül 4 héttel vagy 5 héttel, meghallgattam egy koncertjüket, mondjuk az én vitám a fiammal erről, ezzel a koncerttel egy kicsit lezárult, mert annyira tehetségesnek tartottam, amit láttam az egész zenekartól és a fiamtól, hogy azt hiszem nincs értelme tovább vitatkozni. Egy, azt, amit tud kalotaszegi legényesbe vagy mezőségi ritka tempóba a srác, azt áttette magának egy másik fajta mozgásán. Na most pont én vessem meg őt ezért, aki az egész István a király telipakolt a mezőségi táncokkal és kalotaszegi táncokkal, akkor most én szóljak neki, hogy most hogy kerül ez ide. Egyik oldala, a fiú nagyon szépen énekel, jobban szeretném, hogyha a mezőségi dalgunkat hajlítana ilyen szépen, de amit az egész zenekar csinál, azt borzasztó fontosnak tartom, mert egy korosztályi problémát fogalmaznak meg. Tehát elkezdenek énekelni, hogy pattanásos vagyok, nem tudom a szövegeket, még az Illé-zenekarnak a szövegeit se tudtam soha pontosan, de egy pattanásos arcú vagyok, és itt fekszem, és akkor gondol a Kecskeméti Mártára, és akkor azt mondja, jó édesanyát, Kecskeméti Márta, hagyj már aludni, mert az egész világ egy Kecskeméti Márta, vagy pedig elkezdenek arról énekelni, a Márni Morló az én generációmnak volt valaki, nekik már semmi, mert csak sárga lapok meg. Nem tudom én mit, tehát valami olyat fogalmaznak meg, amit azt hiszem majdnem, hogy régebben se fogalmazott meg egy zenekar sem, hogy mindig a saját korosztályuknak megfelelően. Tehát ők a 16-18 éves kamaszoknak fogalmaznak meg valamit, amit borzasztó fontosnak érzek, és ha ezt tudnak lépést tartani, hogy mikor még egy 2-3 évvel idősebbek lesznek, és akkor a világ dolgait tudják majd így megfogalmazni, most a pattanásos arcúak problémáit, akkor azt hiszem, hogy fent tudják tartani ebben a műfajban a fejüket, ami nem könnyű. Mi néprajzol sosem misztifikáltam a dolgot. Tehát az, hogy széken táncolnak, vagy Dunántúlon valahol táncoltak, ennek a funkciója, a társadalmi funkciója ugyanaz, mint amiért ma oda mennek a srácoknak a koncertjére a gyerekek, és ott a színpad előterében, vagy pedig a nézők háta mögött elkezdenek táncolni. Ugyanaz a funkció, összejönnek, jól érzik magukat, van egy mozgásigényük. Értelmetlennek tartom a 20. század végén a vitát arról, hogy melyik volt az értékesebb. Ez ilyen, amilyen. Most a gyerekek nem úgy találkoznak, hogy a lépések bonyolultságában és a bonyolultsági foknak megfelelő legyen a virtus, amikor átveszek egy lépést, hanem egy mozgásigényt, egy önkifejezést ugyanúgy jelent ez a dolog, mint mikor valaki egy gyönyörű legényes táncolt, nagyon szigorú rendben. Na most ezt, amit ők csinálnak, ez a legényeshez képest amorfabb, de ugyanúgy ki akarja magát fejezni. Például 2 koncertjükön is láttam, amikor a srácok táncolnak, döbbenetes, hogy mennyire a gátlás felszabadulása mennyire hoz létre olyan mozgásformákat, amit mint koreográfus az ember az életben nem találna ki. Mindahogy nem tudnék kitalálni, ha csak úgy kezdeném az életet, és azt mondanám, na most én ki akarok találni egy tánctípust, soha nem tudnék talán kitalálni olyan fantasztikus dolgokat, mint a kalotaszegi legényesben vannak. Na most ugyanígy azt hiszem nem tudnék kitalálni ebben a felszabadultságban ömlő mozgássorozatokból semmit, amit ezek a srácok csinálnak. Na mostan éppen ezért én nem tudom, hogy városi folklor, egymástól veszik át, így folklornak lehet nevezni, ugyanígy folklorizálódik, lehet, hogy klubonként változik ennek a stílusa, lehet, hogy nem tudom pontosan, mert nem vagyok szakértő ennek a dolognak, de az, hogy a társadalmi funkciója ugyanaz, mint a néptáncnak volt, az biztos. Na most meséljek nekik, hogy mit csináltunk mi 1947-48-49-ben. Pont nekik, amikor kidobálják az erkélyemről a csikket, és akkor szomszéd lakok azt mondják, hogy én dobálom a csikket, közben nem is dohányzom.
Úgyhogy, na szóval elképesztő dolgok. Egyik nap a kommunista pártnak ragasztottuk a plakátot, másik nap a kisgazdapártnak, aztán elmentünk a szabadságpárt, elmentünk a súlyogpártnak a nagy zászlóbontó ünnepségére, a sportcsarnokhoz, nemzeti sportcsarnokhoz, ugye, mert most már több van. Úgyhogy, és akkor ott üvöltöztünk, mert nem tudtuk, hogy miért. Aztán elmentünk a Mincentinek az utolsó beszédére, a sziklakápolnához, a Gellértére, és ellen akciót szerveztünk, és a Mincentinek a fehér könyvéből olvastunk fel részleteket, ilyen valahol a rend, akkor még a Rajk-féle rendőrség volt, ilyen Bobby sisakjuk volt, szürke Bobby sisakjuk, és ilyen szótölcséreket szereztek valahonnan nyugatról, nem tudom, hogy honnan, és akkor ezekkel olvastuk a Mincentinek a fehér könyvéből a részleteket, hogy vigasztalja a magyar anyákat, hogy nem baj, hogyha a fia elesik a donkanyarba, mert majd teljes feloldozás kap az egész család és teljes búcsút. Úgyhogy hol ide csapottunk, hol oda csapottunk, mert a mi generációnk akkor még nem tudta, hogy fogja ezt az országot csinálni. 49-re már úgy, azt hiszem, hogy tudtuk a Witten, ahol táncoltunk, örjöntünk a parlament előtt, a Hősök terén, mindenütt. Azt hittük, hogy mi csináljuk az országot, aztán őszre kiderült, hogy nem mi csináljuk, úgyhogy semmi baj nincs. Szóval a zenélést magát én egy eszköznek tartom. Olyan eszköznek, mint bármelyik más társművészet. Egy önkifejezési mód, amivel tudtára hozhatom a másik 2 milliárd embernek, hogy mi a véleményem a világról. Na most, én zenek egy zenekarba, ebben tulajdonképpen elmondom az érzéseimet. Az, hogy én ezt miért választottam, ez volt ösztönös tulajdonképpen. Azt hiszem ez a módja a társművészetek közül a zenének, tehát van egy olyan módja, hogy a legkönnyebben kifejezem az érzéseimet, és a legkönnyebben és a leggyorsabban adjam tovább az emberek számára. Persze ez egy olyan dolog, hogy más területeken is szeretnék dolgozni, és más is érdekel. De most így érzem magam a legjobban. És ki a legjobb énekes Magyarországon? Hát én, érted. Szóval mondjuk ez egy elég nagyképű dolog, meg egy nagyképű szakma, de hogyha nem lennénk nagyképűek, akkor még így se tartanánk, mint most. Hát először is én nem akarok sztár lenni, szóval ez egy olyan dolog, hogy azt elmondhatom, lehet, hogy sztár akarok lenni, de viszont azt az életformát elítélem, ahogy ezek az emberek élnek. Szóval én azért nem akarok rock and roll sztár lenni, mert nem érezném magam úgy jól, mint most ők. Én nem törekszem arra, hogy villáim legyenek, meg arra, hogy ilyen véget nem érő turnékon felmozsoljam az idegeimet és kábítószerezek. Erre nekem egyszerűen nincs szükségem. Az, hogy azért lennék sztár, mert érted, ez a sztárság, ez egy relatív fogalom. Szóval sztárnak tekinthető az első emelet is, meg mit tudom én, Salinger is sztár, érted? Szóval nem tudom, azt hiszem érted, hogy mire gondol. Nézd meg például őt, elment egy amerikai farmra, ott éli le az életét, senkivel nem foglalkozik, nem társalog emberekkel, azt mondja magáról, hogy dolgozik, de ugyanakkor nem adja ki az írásait, és mégis mindenki megveszi azt az 1-2 könyvét, amit egyáltalán nyilvánosságra hozott, vagy kiadatta. De ugyanakkor a rock'n'roll sztárok pedig egy ilyen eszméletlen életmódot élnek, amivel idő előtt szétmozsolják az idegeiket, és teljesen kikészülnek. Erre nekem nincs szükségem. Szóval én pont egy olyan korban vagyok, most magamról beszélek, valószínűleg a zenekar többi tagjával is, meg az egész korosztálynak van egy ilyen jellegzetes vonása, hogy egyszerűen a saját gondolatainkkal így összetűzésbe kerültünk. Tulajdonképpen ilyen alternatívákat állítottam fel, hogy tudnám leélni az életemet, ugyanakkor egyik napról a másikra megdöntöttem őket. Hogy mire haragszom, ez egy rossz kérdés, mert tulajdonképpen nem haragszom semmire, de hogyha megnézed, hogy egy ember előtt ma Magyarországon milyen lehetőségek vannak, akkor azok elég elszomorítóak. Te előtted milyen lehetőségek vannak? Előttem egy kicsit tágabb, úgy érzem, mint a korosztályom többi tagja előtt. Éppen azért, mert zenélek egy zenekarban, és éppen azért, mert érzek magamban energiát és ambíciót ahhoz, hogy mindig újat tudjak nyújtani az embereknek, és foglalkozzak olyan dolgokkal, amik talán másoknak nem sikerülnek.
kapcsolatok. Szóval ilyen összetartó kapcsolatok, szeretet vagy szerelem. Mondjuk az csak egy van, de azért szerintem ez is fontos. És az, hogy szerintem az együttes tagok kölcsönösen becsülik egymást. Szóval tisztelik. Mindenki tiszteletben tartja valamennyire a másikat. Igen. Attól félek, így az együttes szintjén, hogy az egész átmegy egy munkába. Amikor, szóval mi erről nagyon sokat beszélgettünk így együttesen belül, hogy nem szabad leragadni ennél a dolognál. Most 16 évesek vagyunk, és egy csomó mindent kell csinálnunk még. Egy ember nem, mondjuk vegyük a Diósi Ákos, szóval nem szabad, hogy csak a billentyűzés szintjén tudjon produkálni. Mert hogyha mondjuk a Diósi Ákos felnő, és 30 éves lesz, és lesz két gyereke, meg egy felesége, akkor őket etetni kell, és el kell látni őket, és akkor már el kell vállalnia olyan dolgokat így zenélésen belül, amit ő nem akar. Tehát mondjuk számokat kell írnia, vagy eljárni olyan együttesbe, ahol ő egyáltalán nem akar zenélni, csak azért, mert pénz, mert kell a pénz. De ugyanakkor van még mellette három dolog, amit tud csinálni, akkor ezt nem kell ilyen görcsösen, tehát ezt csinálhatja szabadon, csak annyira, amennyire akarja. És csak olyan számokat fog akkor megírni, amilyeneket gondol, és amilyenek őszinték. Egy külső szemlél, már úgy külső, hogy a zenekaron kívül eső, az úgy látja, hogy hát igen, már mennek fejjel, már egyre több videó, meg film, meg stúdiófelvétel, de ez nem így van, szóval ez nem egy ilyen komoly dolog. Igen, sikerült. Sikerült csinálni egy videót, meg sikerült csinálni stúdiófelvételt, és jó. De ugyanakkor ez most nem egy égbe kiáltó dolog. Szóval ez egy életérzés. Az, hogy mi, hogy... Tehát ez egy olyan dolog, hogy az ember 16 évesen áll, egyedül, hát végülis úgy egyedül, hogy már bizonyos problémák előtt egyedül, és meg kell oldania. És egy 16 éves szemével ezek a dolgok néha elég furcsán szűrődnek át. Tehát egy érzékeny ember elég furcsán reagál ilyen dolgokra. És nem most mi ezt akarjuk visszaadni a szövegbe, hogy mi 17, 18, 16 évesen hogyan fogjuk fel ezeket a külső dolgokat, amik ránk hatnak. Ezeket a problémákat mennyire tudjuk megoldani. Vagy ezeket az új dolgokat, amivel még most ismerkedünk meg. Ezt próbáljuk elmondani úgy, hogy ezen a többiek is elgondolkozzanak valamennyire. Mi is van? Barna a hajam, és a szemem üres, nem vagyok nőies, és nem leszek ügyes. Piszkos, hogy is van? Sárga az és piszkos a hajam, tiszta a lelkem, de eladtam magam. Nappal álmodom, és éjszaka félek, a herceget várom, de addig is nektek élek. Jó, felmegyek hozzá, de ne adj nekem virágot. Nem vagyok olyan, felejtsem minden álmot. Így van a szöveg. És akkor utána jön a refrém. És aztán jön a fiúk része, hogy csak az a fontos, hogy érezzem a testet, csak az a fontos, hogy érezzem a szád. Az a Noah Péter szövege. Nem baj, ha összegyétek mindent, legfeljebb majd veszek egy új ruhát. Csak az a fontos, hogy érettem a fám.
egyetlen egyszer volt egy koncertjükön, de nekem nem nagyon tetszett. Elmondanád, hogy miért nem? Nem tetszett, mert szerintem egy ilyen káosz volt az egész koncerten, és nem mutatták ki azt, szóval semmit nem mondtak vele, amit fellépek, nem mondtak semmit vele. Mit szól hozzá, hogy a lánya így kifestve ugrál egy rock színpadon? Hát egy kicsit meglepett, de azért, ahogy elnéztem őket, ezek a gyerekek talán még Liverpoolba is születhettek volna. Minden esetre megállapíthatjuk, mi nézők, közönség, hogy még a kreativitásuk nem jött el. Szerintem, ha így együtt maradnak, valószínűleg tartom, hogy egy nagyobb éltető társaságuk, egy nagyobb kóduló társaságuk, szóval mindenképpen nagyobb közönségük lesz. Én bízom benne, hogy fejlődőképesek, és szerintem inkább ütközségre ezzel az energiájukat, mintha az aluljáróba mászkálnának. Hát kezdetben volt, inkább szerettük volna, ha megmarad a népi tánc pályán, mert úgy gondoltuk, hogy ott még jobban el tudja használni a fölös energiáját. De aztán, ahogy így elnéztük az első pár koncertet, itt is leadja azt, ami esetleg felesleg nála. Tényleg soha nem veszekedtettek? De.